A Cseperedő óvoda két csoportjának kisgyermekei május 11-én a Tiszaigari Arborétumba kirándultak, ahol különleges növényeket, egzotikus faféléket ismerhettek meg. Az eseményről készített összefoglalót az óvodából kaptuk. A városunktól mintegy 10 kilométerre található Tiszaigari Arborétum története 1867-ig vezethető vissza, amikor Széki Péter földbirtokos sétakert építésébe kezdett. Az akkor 2 hektáros területet 1958-ig lépésenként 20 hektárosra bővítették. Az arborétum fő funkciója, hogy megőrizze a kemény faligetek képviselőinek megmaradt egyedeit, s azokat a növénykert más hazai és tájidegen fajaival együtt gyűjtemény jelleggel gondozza, fejleszte. Az arborétumot 1976-ban természetvédelmi területté nyilvánították. A közelmúltban 2016 májusában fejeződött be a park életében egy nagyon jelentős összegű 100 milliós fejlesztés, amelyből új fogadó épületet emeltek, ahová a kunkapus bejáraton lépnek be a vendégek, parkoló épült a bejárat elé, felújították a gazdasági épületet, kulcsos házat hoztak létre, a sétautakat részlegesen felújították, kicserélték a növényjelző táblákat, a kerítést kicserélték, elkezdődött egy tölgyfa fajtagyűjtemény kiállítása, mellé cserje és rózsafajtákat telepítettek. Az arborétum látogatói, köztük a tiszafüredi óvodások már ezt a megújult, megszépült környezetet tekinthették meg. Az óvodások a tavaszi erdőben azt látták, hogy a magasra nőtt fák terebélyes lombkoronája alatt szerényen megbújva gyöngyvirágok nyílnak. A vadon nőtt növények tarka szűnyekként terülnek el a fák alatt. Az óvónénik elmondták a gyerekeknek, hogy a növények a természet édes gyermekei, melyekről az időjárás gondoskodik, a nap, a felhő, a fák és a bokrok pedig védelmezik őket. A fatörzsén kopácsoló harkály, a bokor alján szendergő szarvasbogár, a színes lepkék és a sokféle madárcsicsergés mesebeli erdő hangulatát idézték. Mindezt a szépséget a föld hordozza a hátán. A gyermekek is megértették, hogy féltő gonddal kell vigyázni mindezekre. Kincseit óvni kell, hogy földünk még sokáig élhető legyen. A természet hatalmas, az ember parányi, ezért aztán az ember élete attól függ, hogy milyen kapcsolatot teremteni a természettel. Figyelmeztet bennünket dr. Szent-Györgyi Albert.